Egy falu, amit az első háztól az utolsóig mézes kalácsból készítettek. Egy csapat helyi asszony, akik évek óta minden adventi időszak előtt újra és újra nekiállnak, hogy elkészítsék az élőhelyük mását. Egy pécsi tanítónő, aki minden tapasztalatát és tudását szívesen adja, hogy az eredmény a lehető legjobban sikerüljön. Sok liszt, méz, tojás, fűszerek és rengeteg türelem, kitartás, nem is beszélve a lelkesedésről. Mindez együtt szükséges ahhoz, hogy évről évre elkészüljön Gerezslakon a mára már országos hírűvé vált mézes kalácsfalu. Erről szól a Gasztrokult mai karácsonyi adása. Mézes kalácsból készített építőelemek, melyeket pontosan szétválogattak. Ami egyelőre ezen az asztalon van, még csak a kezdet, ezen a ponton még nagyon sok munka várt a gerezslaki asszonyokra. Van, aki az otthonában is süti a mézes kalácsot, de sokan így gyűlnek össze, hogy együtt egy összetartó közösségként készítsék el az idei mézes kalácsfalu épületeit. Ez nem ilyen nagyba indul. Ez először csak iskolás gyerekek anyukái, meg a gyerekek csinálták, olyan kisebb kikapcsolódásként az advent időszakban. És kedvet kaptak, és rá a következő évben a mostani kendőkiállítás helyén már többet készítettek, már középületeket is. És hát híre ment, hogy itt van egy ilyen kis mini mézes kalácsfalu Gerezslakon. És valahogy ennek hatására évről évre bővült. És most már olyan terjedelmes lett ez a mézes kalácsfalu, hogy már egy nagy termet kell használni. És a három település részt fogjuk megsütni, a püspöklaki település részt, a gerezsdit és a kisgerezsdit. Természetesen a gyerekek, unokák sem maradnak otthon, ők is kiveszik a részüket a munkából. Most fenyőket csináljunk, hogy az elég legyen. Hát már sok kell biztos. Sok fenyő kell. Hogy fogjam ezt? Igen, csak mindig párba csináld. Igen, hogy meg egymásba tudjuk rakni. Az a közepe kijött, vagy ennek is kell. Neki kell jönni, így tudjuk majd egymásba rakni. Hát ezek itt ilyen civil házak lesznek. Itt vannak az ilyen kóstolószerűségek. Ez lesz itt a templom. Többi az meg ilyen civil ház, meg ilyen kóstoló. Egy mézes kalácsember díszített. Hogy körbe kell rajzolni, meg kell szemet rajzolni, meg szájat, és még gombokat. Mindenkinek megvan a maga feladata. Van, aki a tésztát gyúrja, van, aki nyújt, szaggat, süt, díszít. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, egy mézes kalács szakkört is létrehoztak, ami itt a falu közösségi terében működik, és így pályázni is tudtak, hogy hozzájussanak a szükséges alapanyagokhoz. Minden évben meg szoktuk itt Gerezslakon sütni a mézes kalács falut, akkor most erre pályáztunk a mézes kalács szakkörre. Épp a tegnap vettem át az alapanyagokat, meg az eszközöket hozzá. Heti rendszerességgel fogjuk tartani karácsonyig. 5 fő van a szakkörbe, és 10 alkalomra kaptunk alapanyagokat, tehát az 5 főnek 10 alkalomra alapanyagokat, lisztet, mézet, fűszerkeveréket. Marcsi közművelődési szakemberként is, és természetesen mézes kalácskészítőként is besegít. Nem régóta él a környéken. Meg befogadtak a közösségbe, ami a lényeg. Ezt nagyon érzem, hogy befogadtak. Én amúgy Erdélyből származom, úgy nem is nagyon régen lakom a másik településen, Fazekasbodán, de úgy érzem, hogy tényleg itt ebben a faluban nagyon befogadtak. Timikém. Polgár Zsuzsa egy pécsi tanítónő. Ő minden évben itt van és segít. A gerezslaki asszonyok az ő szakértelmére támaszkodnak, ugyanis Zsuzsa mézes bábos, vagyis mézes kalács készítő. Ráadásul az ő receptjét használják, azt a receptet, amit Zsuzsa még a nagymamájától örökölt meg.
Ahhoz, hogy egy kicsit közelebbről is megismerkedjünk vele, felkeressük Pécsi otthonában, ahol valószínűleg nem akkora meglepetés, sütünk egy kis mézes kalácsot. 76 deka liszt és 34 deka porcukor kell bele. Alapból először a száraz anyagokat készítjük el, tehát most benne van a liszt, a cukor, egy kis só, az mindig szükséges, és lazító anyagnak 2 pupos teáskanál szódabikarbonát teszek bele, mindig egy pici ráadás, soha nem szokott ártani, aztán őrölt fahéjat teszek bele egy jó nagy kanállal, ez az íze, az illata és a színe miatt is nagyon fontos, és még egy kis őrölt szegfűszeget is beleteszek, ez is nagyon jó a színéhez. Kakaót nem szoktam beletenni, mert az érett tésztának amúgy is nagyon szép íze van, színe van. Ha ez elkészült, akkor szárazon összekeverem, ezt a gyerekek rettenetesen szeretik, nyugodtan rájuk lehet bízni, úgy elkeverik, de úgy, hogy öröm nézni. Nagyon jó játék, és szeretem, hogy a liszt simogatja a kezem. Nem a mézes kalács jött először, hanem a tárgyi néprajz. Tehát a gyerekkoromban a nagyszüleim hatása volt a legerősebb. Amikor a nagyapával kemencét építettünk, állatokat tartottunk, kertet műveltünk, tehát éltük a paraszti lét minden pillanatát. Aztán én tanító lettem, és mindjárt a tanítási időm legelején elkezdtem utána nézni, hogy mit tudnék én ebben tenni. Nagyon szerettem varogatni, hímezni, így aztán közel kerültem Pécsett a Néprajzi Múzeum vezetőjéhez és munkatársaihoz is, és beledolgozhattam magam a népi hímzés technikájába. Baranya 3 nemzetiségű vidék, tehát hihetetlen gazdag néprajzi kincsel bír a múzeum, és én rengeteget búvárkodtam, ott találtam rá azóta is nagy szerelemre, a drávaszögi hímzésre. És akkor elkezdtem hímezni, és nagyon sokat dolgoztunk, szakköröket vezettem, kiállításokat rendeztünk, egészen addig, amíg meg nem született a 3 gyerekem, amikor már mindenre volt időm, csak hímezgetni nem. Viszont nagyon hiányzott. Amikor a legnagyobbik lánykám kis csoportos óvodás lett, akkor elhatároztuk, hogy készítünk valami karácsonyi ajándékot az óvistársaknak. És akkor került a kezembe a Nagyi receptes könyve, és találtam meg a mézes kalács tésztát. És életemben akkor sütöttem először, és azt mondtam, hogy süssük meg a jeleket. Hát nagy öröm volt a kislányommal, mindenféle létrát, vödröt, szemüveget és egyebeket készítettük, teljesen amatőr módon. És ott lehettem, amikor a gyerekek megkapták. És az a pillanat eldöntötte a sorsunkat. Ahogy a gyerekek őrültek, és vitték a tésztát, és szeretgették, és akkor azt mondtam, hogy ha ezzel ilyen örömet lehet szerezni, akkor ezt kezdjük el csinálni. Közben a gerezslaki asszonyok egyre több falu alapanyagot sütnek ki. Nem csak a lakóházak, hanem a különböző közösségi épületek is elkészülnek mézes kalácsból. Ezeket, amennyire lehet, méretarányosan készítik el. A nyers tésztából pedig sablonok segítségével vágják ki. Az nagyon lényeges, hogy a középületek, a templomok, ezek az alapépületek meglegyenek. Arra mindenképpen gondot fordítunk, hogy a püspöklaki templom, a gerezsdi templom, a kisgerezsdi harangláb meglegyen. Gerezslakon a polgármesteri hivatal, a könyvtár, az orvosi rendelő, a bolt, tehát ezek a legfontosabb épületek, ezek mindenképp legyenek meg, és utána hát, lakóházakat készítünk, és mikor úgy már össze vannak állítva, akkor látjuk, hogy körülbelül elegendő lakóépületet csináltunk-e, vagy esetleg gyúrjunk még tésztát, és hogy mégis az utcaképek összeálljanak. Fokra előmelegített sütőbe behelyezzük a mézes kalács figurákat, és elég hamar megsülnek. Itt most a régi iskola épülete fog megsülni, betesszük mindjárt a sütőbe, és ebben az épületben található, lesz majd található a mézes kalács kiállítás. Bekerül a mézes kalácsház.
kapu, a másik. Az is. A másik is, ilyen puha. Oda rak mögé. Az asszonyok arra is figyelnek, hogy minden évben legyen valami külön meglepetés a mézes kalácsból elkészített garázslak mellé. Nem lesznek annyira nagy házak, nem lesz annyira sok, viszont meseszerű lesz. Azt kellene akkor megbeszélni, hogy kik legyenek azok a szereplők, akik a Hófehérke és a Héttörpe mindenképpen kellene. Ők lehetnek a faluban, igen. Zsuzsa az egyik garázslaki háziasszonnyal ötletel. Ő Tímea valamikor, több mint 10 évvel ezelőtt, az ő fejében fordult meg a gondolat, hogy készítsék el a falut mézes kalácsból. Azóta is ő az egyik mozgató rugója a kezdeményezésnek. Én nagyon szeretek sütni, és amit ha még a gyerekeim kicsik voltak, akkor is sütöttünk otthon mézes kalácsot, mézes kalács házikókat, és akkor egyszer, nem tudom, jött az ötlet, hogy megsüthetnénk egy falut is. Nem garázslakot, csak egy kicsi mézes kalács falut az iskolai karácsonyi műsorra, és akkor az el is készült, és utána minél többen összejöttünk, annál több ötlet lett, és akkor jött az ötlet, hogy süssük meg garázslakot. Természetesen nem csak az ötletelésből, az épületek elkészítéséből is kiveszi a részét. Térjünk vissza egy kicsit Zsuzsa konyhájába, és folytassuk ott a mézes kalács készítést. Hozzáöntök 4 egész tojást, és egy elegyet, amit forróra melegítettem, ebben az elegyben 4 evőkanál méz és 5 deka margarin van. Nagyon folyékonynak kell lennie, mert másként nagyon nehezen áll össze a tésztánk. Ez egy kicsit meleg, úgyhogy most majd vigyáznunk kell. Persze rutinos sütők már tudják, hogy azért égetni már nem éget. Elsértem a tojás hártyáját. És akkor most elkezdem, ahogy én mondom, összemancsolni. Tehát nem kezdem el mindjárt formázni és gombóccát gyúrni a tésztát, hanem átnedvesítem. Az a lényege, hogy a liszt mindenütt átnedvesedjen. A hagyomány szerint a céheknél ezt a receptet mindig csak a mester és a mester felesége tudta. A céhben dolgozók, a legények, a segédek, az inasok, ők csak egy-egy részfeladatot tudtak. Ehhez a gyúráshoz pedig van egy érdekes információ még a céhek idejéből, ugye ez mindig férfi munka volt, nagy adagban készítették el a tésztát, és elég nehezen áll össze. Amikor elkezdték gyúrni, akkor elkezdték szidni. Szitták, hordták, veszekedtek vele, néha még káromkodtak is, és ahogy hergelték bele magukat a méregbe, úgy egyre több vagy nagyobb erőt fejtettek ki a gyúrásra, és amikor aztán már azt ígérték neki, hogy na most aztán kinyitják az ablakon, és kidobják az utcára, akkor egyszer csak varázslatosan egy sima, fényes, kerek kis cipóvá állt össze a tészta, úgy, ahogyan itt. Ezt a tésztát még nem használjuk frissen. Tehát ezt mindig zacskóba teszem, és hűvösre teszem. 1-2 napig egyáltalán nem nyúlok hozzá, de még akkor sem szívesen. Legjobb a 1,5-2 hetes tésztával dolgozni. Sokan megijednek, hogy de tészta vagy tojás van benne, mi történik? Semmi. A méz fertőtlenítő, tartósító hatása abszolút megvédi mindenféle fertőzéstől, és csodálatos tészta lesz belőle. Mindjárt megmutatom, hogy milyen, mert most már is elővesszük azt a tésztácska darabot, amit én már érleltem, ez körülbelül 2 hete áll, így megbarnul, megkeményedik, és csodálatos állagot vesz fel. Egész más a színe, egész más az állaga, nem ragad, viszont kemény. Tehát nekünk most az a feladatunk, hogy egy kicsit felmelegítsük, csak ilyen szeretgető, apró mozgulatokkal, nem kell már gyúrni, hiszen tökéletes állagú a tészta, csak a súrlódástól és a kezem melegétől egy kicsit megpuhul, hiszen ilyen keményen törne, nem jó így dolgozni. Mindig csak akkora tészta darabot vegyünk a kezünkbe,
amit át tudunk melengetni, és ki tudunk nyújtani majd egy deszkán. Na, most már látszik, hogy kezelhető. Egy pici liszt mindig legyen alatta, mert a méz azért az változatlanul ragadós, és akkor lassan, óvatos mozdulatokkal elkezdem kinyújtani. Igyekszem nem csak a oldalát fordítani, hanem az irányát is. Az a lényeg, hogy egyenletes vastagságúra nyújtsuk mindenütt, tehát váltogatjuk a irányát és a oldalát is. Amikor a tészta már nagyobb, akkor nem fogom meg a kezemmel, mert elszakadhat, megsérülhet, hanem a sodrófával fordítom, rátekerem, és így teszem vissza. Ez körülbelül 2-3 mm, de mi díszített mézes kalácsot szeretnénk ebből a tésztából készíteni, ahhoz még vastag, tehát még mindig megfordítom egyszer, és még mindig nyújtom egy picit, hogy körülbelül 1-1,5 mm vastagságot érjen el. Pici tészt, vagy pici liszt mindig legyen alatta. Mindig előkészítem a sütőlapomat, hogy akkor már ne kelljen vele. Egyszerűen jól megvajazom. Másként szeret odaragadni, és akkor, ha felveszem, akkor elpattan a formám, tehát mindig. Többször használjuk ugyan annál a sütésnél, akkor nem kell minden sütés után, de egy kicsit mindig zsíros legyen. Elkészítettük és leformáztuk ezeket a dolgokat, akkor nagyon fontos feladatunk van, nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ebben a csészében egy egész tojás és még egy sárgája van. Tehát 2 sárga, 1 fehérje, ezt én jól eldolgozom. Ez körülbelül 40 évi munkámba telt, amire kitaláltam, hogy mivel kenjem meg a sülő tésztát. Próbálkoztam mindennel, egész tojással. Tojással, tejjel, tojással, tejszínnel, tojással, tejfőllel, nem volt igazán fényes, amikor egy véletlen során egyszer csak rájöttem, hogy a 2 sárgája és 1 fehérje arány az, ami csodálatos fényűvé teszi a sülőmézes kalácsot, úgyhogy mindenképpen ajánlanám ezt a kenést. A gerezslaki asszonyok heteken át több napot szánnak a sütésre. Ahogy folyamatosan készülnek a házak alkotóelemei, egyből díszítik is azokat. A cukorral felvert tojás fehérjét ilyen nejlonzacskókban tárolják. Amikor szükség van rá, vágnak rajta egy lyukat, és innentől már mindennek csak a fantázia szab határt. Azonban nem mindegy, hogy mit használnak. És ez, ahogy megszárad, akkor nagyon jól összetartja a mézes kalács falakat. Zsuzsának a tökéletes díszítő anyaghoz is pontos receptje van. A díszítés egyik legfontosabb mozzanat, ami sajnos gyakran elmarad, pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne a szép dísz érdekében, hogy megszitáljuk a porcukrot. Sőt, nem csak megszitáljuk, hanem 8-10-szer megszitáljuk a porcukrot. Én így szoktam csinálni, hogy 2 sütőpapírt kiteszek egymás mellé, és nagyon óvatos mozdulatokkal szitálom át ezt a... Én Erdélyből hoztam ezt a jó kis szitát, fém szita, de remekül működik. És ami nem akar majd átmenni a végén, azt nem erőltetem. Ezt félreteszem. És hadd mutassam meg, hogy sokszor ennyi anyag az, ami nem kell nekünk majd a habban. Jó lesz majd a tésztában, de nem kerülhet bele a díszítő habba. Tehát ezt a szitálgatást nyilván a végén már nem lesz ennyi cukorkristály benne,
De ha még mindig marad, akkor addig szitálom. Tudnék, a cukorkristályok nem oldódnak fel a tojásfehérjében, és akkor ennek az az eredménye, hogy az első, a kivágott kis lyukhoz kerülő cukorkristály eldugaszolja a habot, és ha megnyomom, akkor utána már csak nagyon vastagon tudok dolgozni. Most már kevesebb, de még mindig nagyon sok az, amire nincs szükségünk. Tehát ezt a munkafolyamatot végezzük el addig, amíg gyakorlatilag üres marad a szitánk, mert egészen lisztszerű porcukrot kapunk. A habkészítés folyamatához értünk, ez nagyon fontos, úgyhogy ezt nagyon pontosan fogom megmutatni. Ebből a lisztszerűből, lisztszerű porcukorból, amit az előbb gondosan átszitáltam, belemértem ebbe a viszonylag keskeny, hosszúkás edénybe, pontosan, ezt hajszál pontosan kimérve 15 dekát. Ehhez a 15 deka porcukorhoz egy közepes méretű tojás fehérjét öntöm, és kezdem majd elverni kézi robotgéppel. Nem érdemes nagy edénybe és a nagy gépre tenni, mert elvész és nem verődik fel jól. Tehát kézi robotgéppel kezdem, megnézem az órát, amikor elkezdtem a verést. Először magas fokozaton, hogy felhabosodjon, körülbelül 5 perc elteltével alacsony fokozatra állítom, és verem összesen 20 percig. Házi asszony szemmel az ember azt mondja, 10-12 perc után jó. Jó lenne a piskótába, de nem jó a mézes kalácshoz. Tehát ki kell várnunk, meg kell vernünk 20 percig. Én az egyszerűség kedvéért könyvet fogok a kezembe, és akkor nem türelmetlenkedem, hanem kimérem a 20 percet, és akkor kapok olyan állagú mézes kalácsot, amivel, vagy a habot, amivel remekül lehet dolgozni. Nem kemény, hanem rugalmasnak kell lennie. Minden mesternek megvan a maga technikája a mézes kalács készítéshez. Én nekem ez tűnt legegyszerűbbnek, én ezt csinálom, és ezt mutatnám meg. Tehát egy olyan nejlonzacskót, aminek elég erős a széle, de nincs alsó perforált rész. A sarkát megkeresem, beleillesztem a csészébe, és ugye, hogy a nagymamámtól láttam, ahogy az aludteljes köcsökbe belerakta a vászonzacskót, és beleöntötte az aludtejet, úgy készítem én is, tehát kihajtom a szélét, és beleteszek egy jó kanálnyi habot. Akkor jó alaposan lezárom őket. Igyekszem egészen leszorítani, és a befőttes gumival egészen szoros kis csomagot készíteni. Méghozzá több mozdulattal, mert a nyomás következében, ahol lyukat talál, ott jönni fog. Tehát zárjuk le jól, alaposan a végét is. Ez már csak azért is jó, mert így sokkal könnyebb megfogni majd és dolgozni a zacskóval, különösen, ha gyerekekkel is szeretnénk dolgoztatni. Ez az egész munkafolyamat, az alkotói folyamat az, ami a legnagyobb öröm az életemben. Tehát én nagyon hálás vagyok, hogy ezt kaptam a sorstól, és csinálni tudom. Egy kicsit szolgálatnak is élem meg, és rendületlenül dolgozom rajta, és tanítom, és újakat találok ki, és kiállításokat készítek, hogy taníthassam vele az embereket, hogy motivációjuk legyen, hogy kedvet kapjanak rá, hogy örömmel csinálják ők is. A pedagógus lét az erről kell, hogy szóljon, hogy amit én tudok, azt tovább kell adnom. És lehet, hogy nagy szavaknak tűnik, de én tényleg szolgálatként értem meg. Én ezt kaptam, csinálom, szépen csinálom, és azt szeretném, ha mindenkit, akit érdekel és aki szeretné csinálni, azt megtaníthassam erre. És ez a tanítás, ez a szolgálat találta meg a tökéletes helyét Gerezslakon. Körülbelül egy hét telt el az első gerezslaki látogatásunk óta,
A Mézeskalács falu lassan összeáll. Most érkeztek az ovisok, ők a saját óvodájukat készítették el épülettel, az udvarral és az udvari játékokkal együtt. Sütésben segítettek a gyerekek. A sütésben? Igen, igen. Melyik mozgónak? Hát gyúrtak is, meg sodortak is, és akkor a formákat is segítették. Most inkább a kisebb daraboknál, nagyobb darabokat azt felnőttek azért. Meg az összeállítást azt azért a felnőttek készítették. Tímea is itt van, továbbra is állítja össze a házakat. Körülbelül 100-at raktunk össze. Ugye a középületekkel, meg a faluházaival együtt. Korábban már említettük, hogy minden évben van egy-egy csavar, amivel kiegészítik a Mézeskalácsból készült faluképet. Most mesefigurák kapnak helyet a kiállításon. Egy nap van hátra az ünnepélyes megnyitóig, szép lassan az összes figura a helyére kerül. Itt az ideje egy kis csinosítgatásnak, ehhez a már látott porcukor és tojásfehérje keveréket használják, ugyanúgy, mint a többi díszítő elemnél. Bár egyszerűnek tűnik, természetesen ennek is megvan a maga módszere. Nagyon sokat tanultunk a Zsuzsától, ugye a Polgár Zsuzsától, sőt, szinte mindent, és utána meg, amikor az ember csinálja, akkor azért jönnek újabb és újabb ötletek. Tavaly itt csináltam, akkor az idén másképp, meg szerintem mindenki ügyesebb lett azért itt a sok-sok év alatt. Gerezslak polgármesterének különösen fontosak az ilyen és ehhez hasonló közösségi események. Természetes, hogy ő is szeretné látni a már majdnem befejezett Mézeskalács falut. Hát ez a püspöklaki rész, püspöklak, Gerezsd és Kisgerezsből áll Gerezslak, ez a püspöklaki rész. Ott túl, ahogy tényleg a tájolás is adja, a Gerezsdi rész, és ott fönt a Baranya dombság legmagasabb pontján áll a Gerezslak kilátó. 301 méter magas, ez a Baranya dombság legmagasabb pontja, és ott van Kisgerezsd is egyben. Úgyhogy ezt tényleg úgy helyezték el a lányok, hölgyek, ahogy a domborzati térképen is kellene. Elérkezett a megnyitó napja, advent első vasárnapja. Az ünnepségre mindenki eljött, aki dolgozott a Mézeskalács falu elkészítésén. Hát ez szinte elmondhatatlan, úgy gyönyörű érzés, hogy újra elkészült ez a Gerezslaki csoda. Ez valami fantasztikus dolog, hogy mindig advent első vasárnapján, mikor belülről az ember lelke szinte ráhangolódik az adventi ünnepekre, és mi a kis közösségünket ezzel a Mézeskalács faluval lepjük meg. Nagyon jó, hogy elkészült. És végre már van időm magamnak is sütni Mézeskalácsot, eddig csak ide sütöttünk a faluba. Most már sütünk majd otthon is. Innentől kezdve a gerezslaki Mézeskalács falu már csak a vendégekre vár. Aki idejön, még tárlatvezetést is kap, valahogy így. 1968-ban három település összevonásából született meg Gerezslak. A püspöklaki részt látjuk itt, ahol most egyébként vagyunk, és ott van a Mézesház. Ez a templom van itt közvetlen mellettünk. Itt látható a Mézes falunak a háza, amiben most tartózkodunk. Tőle nem messze az iskola, az új könyvtárunk, a polgármesteri hivatal, ott áll a polgármester az ajtóban, a pincesor, ami fölfelé megy a polgármesteri hivataltól, és az erdő is meg van jelenítve, mert a rengeteg vadat annak köszönhetjük, hogy sok az erdő a környéken. A helyiek úgy nevezik a gerezslaki csoda. És ha valaki ezek után úgy dönt, hogy ezt a csodát szívesen megnézné személyesen is, erre bejelentkezés után bárkinek van lehetősége.
A gerezslaki mézeskalácsfalu, amit a helyi asszonyok évről évre újra megépítenek, egész évben várja a látogatókat.